Korábban Szepesi Tibor a Karcag Televízióban az alábbiakat nyilatkozta. Megnéztük azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésünkre állnak. Ugye a rendezvényekkel kapcsolatosan egyértelmű a kormányzati állásfoglalás, és azt gondolom, hogy a vírus helyzetben ez egy nagyon jó döntés. Augusztus 15-ig nem lehet rendezvényt tartani. A Birkafőző Fesztivál ugye beleesik ebbe az időszakba. Azt vizsgáltuk az előzőekben, hogy érdemes-e valamilyen más formában, de ragaszkodva a Birkafőző Fesztivál eredeti időpontjához megtartani, tehát mondjuk áthelyezni az online térbe. Voltak erre próbálkozások, mi részünkről is elgondolások, és hát nyilván voltak hasonló rendezvények az országban máshol is. Velük is azért valami fajta kapcsolatban a szervezőkkel vagyunk, voltunk, és hát nyilván leszünk is hosszú távon. Azt látjuk, hogy jelen helyzetben talán ennek már nincs akkora jelentősége, mint amikor a valódi karantén helyzetről volt szó, hiszen ma már azért lehet menni kirándulni, lehet menni vendéglátóegységekbe. Másik lehetőség az, hogy esetleg elhalasztjuk a Birkafőző Fesztivált egy későbbi időszakra, de azt gondoltuk, és hát nyilván a városvezetéssel is egyeztettünk, és egyeztetünk folyamatosan, hogy látva a környező települések rendezvénynaptárait, látva azokat a nagy rendezvényeket, amelyek már korábban el lettek esetleg halasztva, nagyobb fesztiválokra gondolok, későbbi időpontokra. Nem nagyon tudunk egy olyan időpontot találni, ahol mind a városnak, mind pedig a hozzánk látogató nagy számú közönségnek megfelelő lenne. Tehát én azt gondolom, hogy a lehető legjobb döntést hoztuk akkor, amikor úgy döntöttünk, hogy ebben az évben nem kerül a hagyományos formában megrendezésre Birkafőző Fesztivál, inkább koncentrálunk majd a jövő évi programra. Nyilván azokkal a fellépőkkel, akikkel már lekötött szerződéseink voltak, sikerült megegyezni, tehát őket áttettük már eleve a következő évi programba, tehát igazából a szervezés már a jövő évi fesztivál kapcsán is megindult.